A Velences Néptánc Együttes 2005-ben alakult Békés városában a Békési Zeneiskolának a néptáncos növendékeiből, akik kinőtték már a zeneiskolát, már felnőttek, és gyakorlatilag belőlük alakult 2005-ben a Velences Néptánc Együttes. Hány tagja van most? Ilyen pillanatban több mint 80 táncos táncol a Velencéresben. Ezt úgy épül fel az együttes, hogy van egy gyerek együttesünk, egy utánpótlás együttesünk, van egy ifjúsági együttes, ami gyakorlatilag a felnőtt együttesnek a közvetlen utánpótlás, és van a felnőtt együttesünk. Mitől nemzetközi ez a fesztivál? A fesztivál attól nemzetközi, hogy a visegrádi alap pályázaton keresztül nyernek forrásokat, és az együttes csehországi, szlovákiai és lengyelországi korábbi kapcsolatait, ahová egyébként oda-vissza meg szoktuk hívni egymást rendezvényei, azok az együtteseket meg szokták hívni ezekre a rendezvényekre, és így ettől lesz nemzetközi, hogy színes cseh, szlovák és lengyel együttesek vesznek részt ezeken a fesztiválokon. A néptánc hogy kerül a Békéstarvasi Zenei Napok programjába? 3 évvel ezelőtt a Koszett Sándor kezdeményezésével, és tehát a Berencéres Alapítványt is mint társszervező bevonták a Bétazen rendezvény sorozatába, és onnastól kezdve, mint szervező és mint támogatója a rendezvénynek, a Berencéres Néptánc Együttes is részt vesz vendégként ezeken a rendezvényeken. Néptánc és a népzene. Hogy került a Bétazen programjai közé? 2009-től datálhatjuk ezt az eseményt, amikor is a Kulturális Bizottság egy koncepciót kért tőlem, hogy mit gondolok a Bétazenről, mint olyan eseményről. Ilyenkor az ember természetesen megvizsgálja az alapokat, hogy honnan ered, és nyilván milyen irányba tud tartani egy rendezvény. Mindannyian tudjuk, hogy a Békéstarvasi Zenei Napok a Békéstarvason valamikor is működő énekiskolára vezethető vissza, és erről az iskoláról, és ugye mindannyian tudjuk, hogy a Kodály elképzeléseit nagyon fontosnak tartotta. Hát ezen a vonalon, hogyha vizsgálódunk, akkor szintén mindannyiunk számára ismert és evidens tény, hogy a Kodály esetében is, ugyanúgy, mint Bartók esetében is, a népzenei kultúra, az alkotó munkának egy rendkívül jelentős tényezője volt, tulajdonképpen az ő munkásságukon keresztül, ugye a gyökerekhez, a népi kultúrának a gyökereihez való visszatérés valósult meg. Most és innen indult maga az ötlet, hogy egyrészt a komoly zene és népzene kapcsolatára is építsünk zenei eseményeket, másrészt pedig a népzenét, és ezen keresztül a néptáncot pedig a rendezvény sorozat a fesztivál szerves részévé tegyük, hiszen maga a néptánc és a népi kultúra az alapvetően soha nem egy öncélú művészeti műfaj volt.
ez mindig magával, a tánccal, a rítussal kapcsolódott össze. Ugye a legújabb korunkban, amikor a táncházi mozgalom elkezdődött, akkor került fel a színpadra maga a népzene, és hát számomra ez egy személyes élmény, hiszen én magam is a népzenét és a néptáncot nagyon szeretem, kedvelem. Tehát egy személyes élmény, amikor még nagyon régen az egyik első közötti táncház bakelit koronga kezembe került. Annak a hátoldalán Csóri Sándor költőnek volt egy rövid kis írása, bevezetője, amit tulajdonképpen a táncház mozgalmakról szólt, de úgy gondolom, hogy ez a gondolat, ez örökérvényű tud lenni. Ez egy ilyen szabad idézetként, mert nem emlékszem a pontos szövegre, arról szólt, hogy ahhoz, hogy ez a kultúra, ez a műveltség, ami a saját műveltségünk, meg tudjon maradni, ehhez mivel ennek az eredendő közege az gyakorlatilag megszűnt, ezért fel kellett mennie a színpadra, színpadi műfajjá kellett válni. De ahhoz, hogy ez újraélni tudjon, ehhez le kell jönnie a színpadról, és valami ilyesmit írt, hogy ahogy a szél fú, ahogy a nap süt, azzal a természetességgel tudjon belefolyni, belevonódni újra az életünkbe, hiszen műveltségünk egyik legfontosabb alaprétegéről van szó. Hát a ma esti táncházban azt kell tudni, hogy már lelkesen várják itt a fiatal táncosok, nagyon viszket már a talpuk. Azt kell tudni, hogy a magyar táncok tanításával fog majd kezdődni, mert ugye mi vagyunk a házigazdák, fogunk ismerkedni moldvai táncokkal, nyírségi táncokkal, és a későbbiekben még esetleg erdélyi táncokkal is, és ezután a már megérkezett lengyel együttes is fog tánctanítást tartani, ha minden jól működik, tehát ők is megmutatják a saját táncaikat, ők is tanítanak itt az ittenieknek. Sajnos a csehországi együttes Kunovicéből még nem érkezett meg, vagy 10 óra körül, hogyha minden jól megy, akkor esetleg még lehet, hogy ők is meg fognak érkezni, és a rendezvény végén még ők is fognak egyet táncolni. Verjük föl akkor a port!